Jól vizsgázott az a parkolóautomata, amely a gépjármű rendszámának a rögzítésére alkalmas. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy további 3 ilyen jegyváltó terminált állít üzembe még ebben az évben a belváros forgalmas helyeire. Az új jegykiadó költségeit a parkolásból befolyt pénzből finanszírozza a szolgáltatást végző vásárhelyi cég. A Bakai és a Hódipál utca kereszteződésében található a város egyetlen olyan parkolóórája, amelybe bele lehet táplálni a gépjármű rendszámát. Ez azért nagyon előnyös, mert a kiadott jegyet nem kell visszavinni az autóhoz. A parkolás elindítása ugyanis automatikusan bekerül a rendszerbe, így az ellenőrök nyomon követhetik, mely autó parkol szabályosan. Ez az új típusú terminál egy éve van használatban, és az eddigi tapasztalatok szerint jól vizsgázott. Szeretném bejelenteni, hogy ez a próba ez bevált, és az elkövetkező időszakban, még ebben az évben 3 parkolóórát fogunk kicserélni ilyen típusúra, és ezzel is emelve a szolgáltatás színvonalát. Hódmezővásárhelyen 380 parkolóhely van, fizető parkolóhely van, és ez a szolgáltatás, amit a HMS ZRT, mint városi cég szolgáltat, ez egy nyereséges vállalkozás, hiszen havonta kb. 1 millió forint bevétele van ebből a vállalkozásnak, és ebből a bevételből fogja finanszírozni a jegyautomatáknak a cseréjét. Természetesen a fel nem használt nyereséget pedig egyéb városi üzemeltetési feladatokra használja fel a Hódmezővásárhely működtetési szolgáltató ZRT. A 3 új típusú parkolóóra a belváros forgalmas helyeire kerül majd. Közben az önkormányzat kért árajánlatot telítettségjelzőre, ami azt jelenti, hogy egy hónapon belül ezzel is javulhat a parkolási szolgáltatás Hódmezővásárhelyen. A jegyautomaták egyébként kamerával is ellátottak, így a térfigyelő rendszer mellett ezek is segíthetik a rongálókat kiszűrni.